Tartós élelmiszerek, higiéniai cikkek, valamint egyéb adományok érkeztek a Baptista Szeretett Szolgálat logisztikai központjába szerda reggel. Az adományok egy részét a már elszállásolt menekültek kapják, másik részük a Boksportcsarnokban található tranzitzónába kerül, valamint a határ túlsó oldalára, Kárpátaljára is szállítanak. A Baptista Szeretett Szolgálat a háború kitörésétől kezdve folyamatosan szállít különböző adományokat határon belülre és határon kívülre, kárpátaljai területekre. Azt gondolom, hogy ez az akció, amivel most a képviselő úr megtámogatta adománnyal és gyűjtött adományt a Szeretett Szolgálat számára, ez a folyamatosan ürülő raktárunkra, a folyamatosan ürülő árukészletünknek a utántöltésére elengedhetetlen. Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, hogy részükről a háború kitörése óta tart az adománygyűjtés. Amikor már távolodunk a probléma kezdetétől, akkor egy kicsit kezd lanyhadni az emberekben a kitartás. És ahogy ezt elmondta a igazgató úr is, hogy ilyenkor össze kell fogni, és még rá kell tenni egy lapáttal, még egy kicsit hozzá kell tenni. Mi is igyekszünk, tehát mi is szeretnénk még segíteni. Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta, hogy a különböző karitatív szervezeteknek, köztük a Baptista Szeretett Szolgálatnak is köszönhető, hogy felkészülten tudták fogadni a jelenlegi válságos időszakot. Nekünk a feladatunk ez, hogy segítsünk sok százer embernek. Nekünk a felelősségünk az, hogy kárpátaljai, ukrán és más nemzetbéli embereknek segítsünk, és békét teremtsünk minden szempontból. A Baptista Szeretett Szolgálat továbbra is folyamatosan várja az adományokat. Jelenleg leginkább tartós élelmiszerre van szükség a rászoruló menekültek számára.